Üdvözlöm nézőinket! Önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatják. Mai műsorunkban a Dawn Alapítvány elnökével készített interjúnkat láthatják. A téma a Dawn Világnap, amely március 21-én volt, és az, hogy a koronavírus milyen intézkedésekre kényszerítette a bentlakásos intézményeket. A Dawn Világnap egyre népszerűbb az egész világon. Ez amiatt lehet, mert a Down-szindrómások valahogy a úttörői, a képviselői, az összes többi értelmi fogyatékos embernek, hisz egy olyan esetről van szó, ami eléggé nyilvánvaló, látható, és már rögtön születéskor kiderül, úgyhogy nekik módjuk van tényleg a kezdetektől megtapasztalni, és a szakembereknek pedig tenni valamit, valami értelmeset ezeknek az embereknek az érdekében. Tehát valóban szakmailag is, meg a köztudat formálásában is komoly szerepük van a Down-szindrómás embereknek, ráadásul ugye nagyon jól szocializálódnak, tényleg képesek arra, hogy itt éljenek velünk, itt dolgozzanak velünk, akár integrált munkahelyeken is, tehát mód van arra, hogy velük az emberek találkozzanak nap, mint nap, és tulajdonképpen a Down Alapítvány is ezért dolgozik, hogy minél több ilyen interakció, ilyen találkozás alakulhasson ki, ahol bebizonyíthatják magukról, hogy képesek, hogy az életben nekik is csak úgy van esélyük, hogyha itt közöttünk és velünk együtt élhetnek, dolgozhatnak, nem pedig szegregált, eldugott intézetekben, hanem ugyanúgy, mint bárki más. Hát most is nagyon készültünk, de hát nem lesz most semmi ebből a konkrét ünneplésből. Hát egyrészt azért, mert ilyen nagy rendezvényeket nem rendezhetünk, már kicsit se. Úgyhogy megpróbálunk azért megemlékezni erről a napról. Itt vannak a videók, itt van az internet, úgyhogy van lehetőség erre is, úgyhogy amit lehet átteszünk a virtuális valóságba, amit meg nem lehet, azt majd pótlólag megünnepeljük valamikor májusban vagy júniusban, amikor már lecseng ez a vírus veszély. Két nagy probléma van ezzel kapcsolatban. Egyrészt maguknak a fogyatékos embereknek, a bentlakóknak a helyzete. Nyilván nem könnyű most a mozgalmas életről egyik pillanatról a másikra átállniuk egy bezárt életre, egy bezárt életmódra. Előfordul, hogy vannak olyanok, akik már inkább hazaköltöznek átmenetileg, akik eddig nem bentlakásos szolgáltatást, hanem bejárós, napközi otthonos szolgáltatást vettek igénybe, azoknál csak ügyeleti rendszert működtetünk, úgyhogy ők többnyire otthon tartózkodnak, és megpróbáljuk a munkát velük, főleg, hogyha dolgoztak is, tehát hogyha foglalkoztatásban is részt vettek, akkor ilyen bedolgozásszerű formában folytatni a tevékenységet, hisz nyilván nem ülhetnek otthon tétlenül, hisz az egész szolgáltató rendszerünk pont ez ellen, vagy ennek a megszüntetésére alakult úgy, ahogy alakult. De vannak olyan családok, ugye, akik a napi bejárást ugyan meg tudják oldani, de az, hogy otthon maradjon esetleg a súlyosabban fogyatékos gyerekük vagy családtagjuk, azt nagyon nehezen oldják meg. Ezen segít az az ügyelet, amit még fönntartunk a bejárós emberek számára. A bentlakásos otthonokban úgy zajlik az élet, hogy azokat a műhelyeket és azokat a munkahelyeket, amelyek a mi fennhatóságunk alatt vannak, azokat beköltöztettük az otthonokba, ahol laknak. A legtöbb helyen szerencsés módon van egy szoba, vagy van egy helység, vagy van valami közös helység, ahol meg tudjuk most oldani, hogy átmenetileg otthon dolgoznak. A könnyebb a bentlakásosokkal, mert ők náluk ugye van személyzet, akik tudnak a munkában segíteni, oda járnak a munkavezetők, úgyhogy minden folyik tulajdonképpen ugyanúgy a munkát illetően, mint eddig, csak nem mennek el dolgozni, hanem a munka megy az ő lakóhelyükre. Nehezebb a helyzet azokkal, akik bejárósként dolgoztak az alapítványban, és most nem járnak be. Velük
online kapcsolatban vagyunk, és otthon dolgoznak, megkapják a kis előkészített csomagjukat, a műveleteket ismerik, hisz már betanulták, és akkor otthon elkészítik a terméket, amit időnként elhozunk, a Skype-on, meg Viberen, meg a többi eszköz használatával kapnak instrukciót, kapnak tanácsot, hogyha szükséges, és otthon dolgoznak. Próbáljuk elérni azt, hogy ugyanúgy, mint akik home office-ban dolgoznak, például az adminisztrátorok egy része itt az alapítványban, hogy ugyanúgy ők is, tehát a fogyatékos emberek is vegyék azt komolyan, hogy ugyanúgy, mint mikor bejárnak, 9-kor elkezdődik a munkaidő, vagy 8:30-kor, hogy otthon is üljenek le, és dolgozzanak 00:30-ig, vagy 13:30-ig, kinek meddig tart a munkaideje. És ebben kérjük a családok, a szülők segítségét is, mert csak így tudjuk megoldani, hogy ne essenek ki a munkából, hogy ne essenek ki a keresetből, mert egy darabig ugye lehetnek betegállományban, vagy lehetnek fizetés nélküli szabadságon, de mindannyiuknak szükségük van a keresetükre, tehát ezt mindenképpen szeretnénk biztosítani a jövőben is, hogy otthonról tudjanak dolgozni, amíg ez szükséges. Készülnek közben azok a segédanyagok, amiket eddig is készítettünk, csak most még intenzívebben ráálltunk arra, hogy minden művelethez, minden munkához, minden feladathoz legyen könnyen érthető segédanyag, és akkor ezeket megkapják az alapanyaggal együtt, és így meg tudják oldani otthonról is a munkát. Ennek a járványnak a lefolyása megjósolhatatlan. Tehát azt nem is várjuk, hogy bárki mondjon nekünk konkrétumot, tehát, mivel hogy senki nem tud ilyet mondani. Ott vannak ugye országok, ahol előbb kezdődött, esetleg alapul lehet venni ugye az ottani lefolyást, a járványnak az ottani lefolyását, de nem biztos, hogy ugyanaz érvényes Magyarországon is, de sőt, hát ugye vannak olyan manipulációs lehetőségek, hogy elhúzni vagy gyorsítani ennek a járványnak a lefolyását, hát most az elhúzásról van leginkább szó, hogy ne terhelje meg annyira az egészségügyet a csúcs, mert akkor nem tudják ellátni az embereket, úgyhogy ez 3-4 hónapig is eltarthat. Ja, mivel, hogy most elrendeltük ezt a viszonylagos bezártságot, most sokkal inkább figyelni kell arra, hogy ebbe a bezárt szituációba mi kerülhet be. Ugye, tehát azért dolgozók járnak oda, segítők járnak oda, őket minden nap teszteljük, a testhőmérsékletüket, nagyon-nagyon nagy gondot fordítunk a kézmosásra, meg a ruhaváltásra, tehát hogy lehetőleg a legkevesebb esély legyen arra, hogy bevisznek valamiféle fertőző ágenst az otthonokba. A legtöbb otthonba beszereztek ilyen ozonizátort, reméljük, hogy az valamit segít, elvileg igen, hisz az ozondús levegő ugye öli ezeket a mikroorganizmusokat, de próbálunk mindent elkövetni, hogy ne hurcoljunk be. De hát ahogy a kórházakba is be kell járniuk az ápolóknak, ugyanúgy a mi otthonunkba is be kell járni a gondozóknak. Különösen figyelünk azokra, ahol gyerek is van a családban, ők úgy is kényszerülnek otthon maradni, ami tulajdonképpen ilyen szempontból nekünk is jó, hogy ugye onnan van a legnagyobb esély behurcolni a fertőzést, hisz a gyerekek nem olyan érzékenyek, tehát úgy hordozzák, hogy észre se lehet venni. Minden létező dolgot bevezettük azt is, hogy izolálva legyenek a nagyobb intézményekben, az idős betegek, oda aztán végképp senki nem léphet be azon kívül a megszokott személyzeten kívül, akik értenek ahhoz, hogy kell maximálisan kizárni a fertőzés behozatalának a kockázatát. Tehát ők külön vannak választva azoktól, akik nem annyira érzékenyek egy esetleges fertőzésre, és a bejárósok pedig teljesen külön vannak választva ezekben az intézményekben, illetve a bejárósok számára fenntartott ügyeletet másik otthonban, másik helyszínen oldottuk meg, hogy a bentlakóknak végképp ne tudjanak behordani semmit.
az külön gondot jelent nekünk, szakembereknek, hogy hogyan közvetítsük ezt a lakóink, a ránk bízott emberek, a fogyatékos emberek felé, hogy az ő mozgalmas életük, amit eddig erőltettünk, amihez eddig millió segítséget kaptak és motivációt, hogy menjetek sportolni, menjetek ide-oda, mozogjatok a világba, hogy azt most egyik pillanatra a másikra le kell állítanunk. Nem jól érinti őket, és nem érték, hisz ez egy olyan szituáció, amit mi se értünk. Tehát ezt nehéz fölfogni az emberiségnek, miután tulajdonképpen ilyen nem nagyon volt. Sőt, hát itt Magyarországon egyáltalán nem volt. Azokban az országokban, ahol ilyesmi már volt, ott rögtön megértették. Például Dél-Koreában. Azért is sikerült nekik olyan jól megelőzni a járványt. Hogy egy példát mondjak, lehet, hogy egy kicsit ilyen vidám dolog, bár nekem egyáltalán nem az. Petíciót kaptam tegnap. Petíciót két bent lakó fogyatékos fiatalembertől, akik tiltakoznak a bevezetett intézkedések ellen, és kérnek engem, mint elnököt, és mint vezető döntéshozót, hogy azonnal szüntessem meg ezeket a változtatásokat, amiket igyekeztünk bevezetni az otthonokban. Tehát nyilván nem sikerült elég jól elmagyarázni nekik, hogy ezek a változtatások nem jó szántunkból történnek, és hogy ez mindannyiunk érdeke, és a többi, amit ugyan nyilván elmondunk, tréningeket tartunk, magyarázatot adunk, igyekszünk mindent megtenni, hogy könnyen érthetően is elmagyarázok, hogy ez a helyzet most mit jelent. Mindent nyilván nem tudunk elmondani, egy csomó dolog jön be nap, mint nap, hisz nap, mint nap változik ugye az álláspont. Úgyhogy nehéz helyzet ez. És minél mozgékonyabb, minél önállóbb valaki, annál inkább nem érti, hogy mi történik. Ugye, mert akik kevésbé önállóak, és amúgy is zömmel egy helyben élnek, statikusabb az életük, hát nekik ez olyan borzasztóan nagy változás nem jelent. De azok, akik tényleg már ráálltak az önállóságra, az önálló életvitelre, a külső munkahelyen dolgoznak például, meg ilyesmi, hát ők most ezt nagyon nem értik. És hát most ezt a petíciót is le kell rendeznem, mert hát nyilván nem lehet ezt reakció nélkül hagyni, és én magam is tanástalan vagyok, hogyha a többszöri magyarázat ellenére ezt még mindig nem értették meg, hogy akkor hogy lesz ez most a jövőben. Úgyhogy igen, vannak nehézségek, ezeket próbáljuk megoldani, a telefonvonalak égnek, az alapítványi vezetők naponta többször, és akár órákon át is próbálják kitalálni, hogy mi legyen a megoldás. Intézkedési tervek születnek, ezek írásban és hivatalosan is, amik aztán másnap megváltoznak. Úgyhogy keményen dolgozunk, és még mindig nem látjuk azt, hogy vajon amit csinálunk, az megfelelő-e. Önök a Sansz esélyegyenlőségi magazint láthatták, észrevételéket megírhatják a sansz@9.tv e-mail címünkre, de hívhatnak is bennünket a 0620 297 39 81-es mobiltelefonszámunkon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra egy hét múlva!